A Kukkónia Polgári Társulás tavaly indította el a Zöld Kukkónia projektet. Ennek részeként a társulás elsőként környezetvédelmi konferenciát tartott. Később Tisztítsuk meg a Csallóközt címmel 14 települést érintő regionális szemétszedés szervezett. Majd egy faültetési program keretében 20 településen közel 500 mezei juhart, kőrist, vadcseresznyét és tölgyet ültetett el. Most pedig az online oktató videóknak köszönhetően itt a folytatás. Szeretnék felhívni a gyerekek figyelmét a környezetvédelem fontosságára, arra, hogy igenis mindenki tehet valamit a saját környezetéért. A videókban a webtanár szerepében Krisztián olyan izgalmas témákról mesél majd, mint a klímaváltozás, a környezetszennyezés, a túlzott tüpörösítés, illetve a növény és az állatvilág veszélyeztetettsége, de szó lesz majd a videókban a hulladékszelektálásról és az újrahasznosításról is. Ennek a sorozatnak a célja továbbá az is volt, hogy segítsük megkönnyíteni a távúton való oktatást, mind az alapiskolás diákok, mind pedig a tanárok számára, és mindez játékos formában. A sorozatot a Föld napjával indítottuk el, akkor jött ki az első videónk. Nagyon-nagyon sokan megosztották ezt a videót, és utána a következő héten kijött a témának az úgymond első videója. Tehát nagyon sok emberhez eljutott, úgyhogy a visszajelzések pozitívak, és én örülök annak, hogy a videók annak ellenére, hogy egy kicsit hosszabbak, mégis érdekesek a gyerekeknek. Kertészkedni lehet. Ha van a mamánál udvar, akkor ott, anyáiknál a családjához van udvar, akkor ott. De ha csak egy balkon van a gyerkély, akkor egy szép nagy cserébe fűszernövényeket, kis paradicsomot. A polgári társulás által felkért biológus Pomichal Krisztián szerint szükséges, hogy a gyerekek a környezetvédelem globális és lokális problémáival is megismerkedjenek. Az utóbbit tartja fontosabbnak. Ezek a lokális kérdések, azok a környezetvédelmi problémák, amik akár a Csallóközt, de egy kicsit nagyobb léptékben nézzük, mondjuk Közép-Európát veszélyeztetik, azok sokkal megfoghatóbbak, sokkal átélhetőbbek, és éppen ezért sokkal könnyebben meg lehet fogadni azokat a tanácsokat, vagy tippeket, vagy eszközölni azokat az akciókat, amikkel ezek a környezetvédelmi célok elérhetőek. Mert ha belegondolunk, hogy most Kínában szmogos a levegő, az a Csallóközi gyereket különösebben nem érdekel, azért ezt be kell látni. De ha mondjuk kimegy Vajkára, vagy teszem azt a Felső Csallóközbe valahol, és akkor hall arról, hogy ott szennyezett a talajvíz, vagy látja, hogy valamelyik kanálisban éppen műanyagüvegeket visz az áradás, akkor azért szerintem könnyebben átéli ezt a témát, és talán átérzi a fontosságát annak, hogy a környezetvédelmet bizony helyre kell rakni, és ehhez nem elég az állami döntéshozó, ehhez az emberekre is szükség van. Ha elérjük azt, hogy akár egyetlen gyerek azt a műanyagpalackot nem a sima kommunális hulladék fogja beledobni, hanem az arra kijelölt szelektálásra kijelölt kukába, akkor azt hiszem, hogy megérte megcsinálni ezt a YouTube videót. Ha egy csoki papírt nem dob el, hanem 10 métert sétál a következő kukáig, akkor megérte megcsinálni ezeket a videókat. Nem világmegváltásról van itt szó, egyszerűen a hétköznapi életünknek egy picit jobb átétel, és ehhez, ha hozzájárulnak ezek a videók, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját. Elértem én is a célomat, meg azt hiszem, hogy a Zöld Kukkónia projekt is elérte a célját. Amennyiben lesz rá igény, újabb videók is készülhetnek. A remények szerint, ha elindul az oktatás az alapiskolákban, az eredeti terveknek megfelelően interaktív biológia órákat is tarthatnak majd. A környezetszennyezés itt lehet globális, ami az egész földre kiterjedő nagyipari szennyezés. Lehet lokális, helyi, amit mi követünk el. Lényeg ezeknek a dolognak, hogy a kéményfüsttől, a nagyipari termeléstől, az eldobott sörös dobozik minden szennyezi a környezetet,